Most pedig televíziónk vételkörzetébe tartozó településeink híreivel folytatjuk. Október 1-e a zenevilágnapja. Ebből az alkalomból pedagógusok szólaltatták meg a legnemesebb zenei hangokat a Péceli Zeneiskola hangversenytermében. Miután Yehudi Menuhin 1975-ben a híres levelében azt írja, hogy mindenféle művészetnek az értékeit ilyenkor be kell mutatni, már tavaly is nem csak hangversenyünk volt, hanem egy tárlat megnyitó is. Idén pedig ehhez társul egy könyvbemutató, azt gondolom, hogy ez méltó és szép dolog, hogy a társművészetek is velünk vannak ilyenkor, és együtt tudunk ünnepelni. Milyen műveket hallhatunk? Hát Szokolai Sándortól fogunk hallani egy kis szvitet csellóra, zongorára, Solymos és Sebestyéntől két fuvolára írt latin dalt, Mosonyi Mihálytól egy darabot, négykezes darabot, és aztán még fuvolák fognak megszólalni, Járdányi Pál, Bartók Béla darabokkal. Kik lesznek az előadók, tanárok, vagy diákok, vagy vegyesen? Tanárok. Ilyenkor október 1-én hagyományosan a tanáraink szokták megszólaltatni a zenét. Vannak persze növendékhangversenyeink is, de valahogy így alakult, hogy a város így kívánja, hogy ekkor a tanáraink szólaltassák meg. És tanárok is annyira izgulnak ilyenkor, mint egy diák fellépő? Hát szerintem igen. Legalábbis én egészen biztos szoktam nagyon izgulni, főleg miután az Estházi gazdája is, vagyok az átkötő szövegek és az egyebek is most az én feladataim lesznek, úgyhogy én biztos nagyon izgulok. A program keretében könyvbemutatót is tartottak. Pécerről emigrációba kényszerített költő első hazánkban kiadott kötetét, az Évák címűt, megismertették az olvasó közönséggel. A szerző, Fáy Ferenc Pécer szülötte, úri családból származott, aki versekben írta meg érzéseit, de a magyar közéletről tudni érdemes lényeget is összefoglalta. Soha nyomtatásban nem jelent meg ez a kötet, melyről Szigeti Jenő egyetemi tanár azt is elmondta, hogy a vers a lélek kenyere. Évák a könyv címe. Miért többes szám? Azért, mert volt egy feleség, Losonci Évának hívták, aki véletlenül Losonci Pál későbbi államelnökünknek a húga volt. És mivel a Fáy Ferenc egy, úgy mondták régen, úri családból származott, ezért hát kellemetlen volt egy ilyen rokonság, elválasztották, és életében nem látta többet a feleségét és többet a kislányát, és azok a versek, amik a szívéből kiszakadtak erre a gyászra, hogy elválasztották őt a feleségétől és a kislányától, ez is lett arra, hogy versekben írja meg ezt az érzést. A feleségem, amikor készítette elő a kéziratot, könnyek között nem tudta leírni. Ajánlom minden pécelinek, mert ez egy részlet nem csak a költészetből, hanem a magyar közéletnek is egy nagyon-nagyon lényeges eleme, hogy megismerjük azt, hogy milyen is volt az az átkos, amit úgy szoktunk mondani, hogy átkos, milyen lelki terhek, lelki viharok dúltak ebben az időben, ezért ajánlom minden pécelinek, hogy olvass el ezeket a verseket, nem fogja megbánni. Ez a kötet olyan, hogy ez még sehol nem jelent meg. Ausztráliából sikerült ezt a kéziratot előbányásznom, egy disszidens egy másolatot kapott. Tudnék, az eredeti kéziratot azt az Ávó annak idején elvitte, és az Ávó levéltárából eltűnt. Viszont a Fáy háznak a padlásán Varga Mihály irodalomtörténész barátunk sikerült a kis feszlikből összeírni, a kézirat darabokból összeírni ezt a verses kötetet. Ez egy olyan kötet, ami soha nyomtatásban még sehol nem jelent meg, csak itt. Könyvesboltokban lehet kapni, és remélem azt, hogy itt Pécelen is majd forgalomba kerül. Kemény két karommal, amely a bűnre termett, elringatni lágyan. Istenem, ne verd meg! Ha majd én is egyszer ott állhatok nála, ha majd csókok ülnek az apró szobára, és a titkolt könnyek szép fejére folynak, Istenem, de szép lesz én nekem a holnap! Beszélhetek hozzá, beszélhetek néki. Idegen lesz hangom, s a szóm meg sem érti. Tudom, majd kinyílik két kék szeme nagyra. Istenem, tanítsd meg! Én vagyok az apja. Thank you.
Williams Telegram.